Fővárosi Fideszes polgármesterek új tömegközlekedési adót vezetnének be. Budapesten az általános iparüzési adó felét 1%-ot kellene fizetniük a munkaadóknak. Vidéken fél százalékos lenne a közösségi közlekedési adó. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke szerint a BKV hiteleinek több mint a fele jövőre lejár, így ha nincs ez az adó, akkor összeomlik a tömegközlekedés. Szeged szocialista polgármestere szerint kétséges, hogy ez segíthete a vidéki nagyvárosok tömegközlekedését. Botka László azt mondja, inkább csak egy újabb adóemelésről van szó, mint valódi segítségről. Folyamatosan késő és lepukkant járatok Budapesten. Évek óta nincs pénz egy európai szintű tömegközlekedési hálózat működtetésére. Sőt, a BKV adóssága már, már a 80 milliárd forintot is meghaladja. Ezért több fővárosi Fideszes kerületi polgármester most úgy módosítaná a benyújtott adótörvényeket, hogy Budapesten egy vidéken fél százalékos tömegközlekedési adót fizessenek a munkáltatók. Ebből 78 milliárdos bevételt várnak. A javaslat szerint cserébe a cégek levonhatnák adójukból azokat a kiadásokat, amit dolgozójuk helyi tömegközlekedési bérletére költenek. A Veke elnöke szerint a BKV magas adóssága miatt elkerülhetetlen ennek az adónak a bevezetése. 80 milliárd forint körül van a. A BKV adósságállománya, amiből jövőre több mint a felele fog járni, éppen ezért is feltétlenül fontos, hogy azonnal valamilyen módon új forrásokat találjanak. Szeged MSZP-s polgármestere szerint kétséges, hogy ez a pénz eljut majd a vidéki nagyvárosokba. Botka László azt mondja, inkább csak egy újabb adóemelésről van szó, mint valódi segítségről. A tervezett tömegközlekedési adó lényegében nem más mint az iparűzése adó jelentős emelése. Ez azzal a következménnyel fog járni, hogy jelentősen csökken Magyarország versenyképessége. A munkahelyteremtő beruházások el fognak bennünket kerülni. Az előterjesztők szándéka szerint mind Budapest, mind a vidéki nagyvárosok jó járnának az új adóval.